Nem volt kedvem szemlélődni. A régi nyomorúság felkavart, a volt cselédek sorsa kíváncsivá tett mai életükre, kísérőm a megye másik végébe vitt, a Bojsátorhelyi állami gazdaságba. Országos hírű csirkefarmjának keltetőjében másnaponta 500 000 csíbe kell ki, de kakas csak módjával marad. Ezt két japán biztosítja. Specialisták, szexálók. A hibrid vetőmag üzem arra való, hogy az országot és az exportot ellássa gabona, repce, kukorica, mit tudom én hányféle kitűnő minőségű vetőmaggal, de úgy, hogy a vásárlónak már éppen csak szórnia kelljen. A teljesen gépesített üzem lenyűgöző látvány, és épp ilyenkor, aratás idején működik teljes kapacitással, sok-sok emberrel, a cselédvidékről. A környék a megye legszegényebb része volt. Úgy hallottam, hogy nagy házat akart építeni. Hát nagy probléma az építkezés. Szóval nekem sikerült. De vannak, akik akarnak ott építkezni, és nem kapnak engedélyt. Úgyhogy ez már elavult. Inkább Bolyra vagy, nagyobb községbe vagy Mohácson építkezzenek. Mi az, hogy elavult? Hát Töttös körülbelül 300 házszám, és állítólag úgy van, hogy a kisebb községeket már nem akarják fejleszteni. Ha nem, mi lesz a sorsuk? Hát, azt én magam sem tudom, de ezt máról holnap egy kis községet, mint Töttös eltüntetni, hát ez egy lehetetlen dolog, nem tudom, hogy miért. Úgy látszik, ilyenek ma a volt cselédfalvak gondjai. Emeletes. Hát szóval azt mondják, szuterénos az a lakás, amelyikhez az ember lépcsőn lemegy, én meg a szuterénban is két lépcsőn járok föl. Komlót akartam látni még, a mecsek szívében épült új városunkat, és ezért át kellett haladnunk Pécsváradon. A völgybe búvó és oromra kapaszkodó ezer éves község, homlokán az István alapította apátság várával, marasztaló látvány. De vár a mecsek érdes része, itt a zobákakna vezetékei tekeregnek, amott pedig már Komló ül a dombjain. Én láttam ezt a várost csecsemő korában, goromba és rút csecsemő volt, rossz hírű volt messze földön a Rio de Kökönyös, rossz hírét még nagyszerű bányásztettei sem takarták el. Kértem egy itt lakó bányászt, mesélné el, mi él még abból a nyitott bicskás világban. Nem lehet ma már látni kilövöldözött lámpákat az utcán, ablakokat betörve, hihetet. Mind azt mutatja, hogy szemetet nem lehet látni eldobalva, és sőt, nem rászólnak egyik a másikra, ha valami esetleg olyat kukákat főborogatni, meg ilyet már nem lehet látni. Ezt mind azt mutatja, hogy igenis szeretik szerintem. Száguldó rohanás, millió élmény, benyomás után kissé belefáradtam Baranyába. Találtam egy erdei utat, elindultam rajta. Ezernyi kanyar. A kanyarok végén egyszer csak rábukkantam a tóra. A tóra, ami nem is egy, de egyszerre kettő, az Orfűi meg a Pécsi tó. És a Pécsi még csak nem is tó, de tenger. Tenger, de mint a mesebeli. Sosem volt, aztán csiribí csiribá lett, varázsszóra. Ugye volt a lecke, a mecsek vízfolyásokban szegény, hát a baranyaiak csináltak akkor állóvizet maguknak. Kapták magukat, néhány éve gátat vetettek egy eladdig haszontalan völgy végibe, az ott csörgedező kispatak természete szerint nagy vízzé növekedett és lőn tenger, nemzetközileg hitelesített vitorlázó versenypálya, egyben halastó, horgászparadicsom meg mérhetetlen nagyságú üdülőtelep, hol a megye apraja s nagyja igazán jól érezheti magát. Átfutottam a szomszédos Abaligetre, az öregebb, de kisebb testvérkéhez, amiről nem tudom, hogy máskor hogy érezheti magát, de ott jártamkor csak sápadozott. Láttam még egyszer Pécset, a vasárnapi Pécset.
Bizony Isten, eszembe jutott még egyszer az iskolai lecke, a mediterrán hatás, mert Pécsett éppen vasárnap délelőtti korzó volt. Emitt felvonultak az új ruhák, új kalapok, csinos feleségek. Amott valamiről délszaki hévvel folyt szenvedélyes vita. És valamivel a déli harangszó előtt, ugye a vasárnapi ebéd. Körbenéztem még. Az utcák üresek voltak. Hazaindultam Baranyából.